Lélekszámát tekintve Zalakaros egy kisváros, mintegy 2500-an lakják. Viszont számos civil szervezet, egyesület tevékenykedik aktívan a fürdővárosban, elsősorban az ő munkájukat emelte ki köszöntőjében Novák Ferenc polgármester. Mintegy 600 zalakarosi tagja valamely egyesületnek vagy szervezetnek, az óvodásoktól kezdve a nyugdíjasokig. Én mielőtt polgármester lettem, én erről az oldalról jöttem. Mint volt kultúrház igazgató, nagyon fontosnak tartottam azt, hogy különböző csoportokat, közösséget hozzak létre, és amikor polgármester lettem, akkor természetesen ezt az értékrendet magammal hoztam, és törekedtem arra, hogy mint polgármester helyzetbe is hozzam őket. Hát van úgynevezett civil alapunk, amivel anyagilag is támogatjuk őket, és magam is nagyon fontosnak tartom azt a szerepet, amit betöltenek a település életében. A karosiak az önkormányzat és az idén 55. születésnapját ünneplő fürdő között rendkívül szoros a kapcsolat. Az elmúlt évtizedek tudatos fejlesztéseinek köszönhető az, hogy mára az ország egyik legnépszerűbb fürdője lettünk. Nagyon jó volt a nyitás a családok irányába, és nem csak gyógyfürdőként, hanem most már az ország első számú családbarát élményfürdőjeként is működünk, és nagyon sok család talál meg minket. Ennek köszönhető a kiemelkedő üzleti eredmény 2019-ben. A korábban már bemutatott tervek és az elkezdett munkálatok garantálják, hogy a fejlődés 2020-ban sem áll meg Zalakaroson.